Az Innováció, a Tudomány és a Technológia magazin műsora a 21. században. Ez a Novum. Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. Ahogy már megszokhatták tőlünk, mára is össztudományi kínálattal készültünk. Orvostudomány, elektronika vagy éppen régészet, nálunk mind megfér egymás mellett. Mutatom is a részleteket. Áldott állapot. Lendületkutatás vizsgálja a vetélések okait. Everda. Hiányzó infrastruktúra az elektromos autózásban. Ős magyarok nyomában. Újabb régészeti eredmények a hazai őstörténetkutatásban. 5G és a tárgyak internete. Innovációs garázs nyílt Budapesten. Az áldott állapot időszaka sajnos nem mindig örömteli. A terhességek nagy százaléka vetéléssel végződik, és az is gyakori, hogy az anya vagy a magzat egészségét veszélyeztető terhességi kórkép alakul ki. Tan Nándor Gábor és csapata a Lendület program keretein belül kutatja a vetélések okait. Céljuk az, hogy hosszú távon minél több egészséges gyermek jöhessen a világra. A méhlepények vizsgálatával rengeteg információt tudhatnak meg egy-egy terhességről a szakemberek, ugyanis az meghatározó szerepet játszik a gyermek fogantatásától kezdve abban, hogy táplálékot és levegőt kapjon. Mindemellett olyan hormonokat és fehérjéket termel, melyek az anya és a magzat kapcsolatát, a terhesség fennmaradását biztosítják. Terhességi kórképekben ezek a funkciók károsodhatnak. Ezért a méhlepény vizsgálata elárulhatja, hogy mi is volt a betegség hátterében. A terhességek mintegy 70%-a vetéléssel végződik. Ez a rendkívül nagy szám sarkalta Tan Nándor Gábort és az általa vezetett kutatócsoportot arra, hogy rájöjjenek, vajon a méhlepény milyen megbetegedései állhatnak egy-egy terhesség megszakadásának a hátterében. A terhességi kórképeknek és a vetéléseknek nagyon sokfajta összetett okai vannak. Megemlíthetünk genetikai, immunológiai, különböző metabolikus, hormonális okokat, de az esetek nagy részében nem tudjuk, ismeretlen az eredet. Ilyenkor feltételezhetően nagy hányadban az anyai magzati immunfelismerésnek, az immuntoleranciának a zavarai állhatnak, de a részleteket még nem ismerjük. A lendületű munkacsoportnak ez az egyik fő témája, a kutatási témája, hogy vizsgáljuk, hogyan befolyásolódik ez a anyai magzati immuntolerancia a különböző terhességi kórképekben és a vetélésekben, mik azok a játvitelű útvonalak, amik a szabályozása károsodik, milyen diagnosztikus eszközöket lehetne kifejleszteni, hogy ezeket a kórképeket vagy a vetéléseket még korai fázisban a kórokok kialakulása előtt felfedezzük, és ezeket célzottan tudjuk kezelni. Az MTA kutatói, hogy rájöjjenek az okokra, a laborban a vetélésekből és egészséges terhességekből származó méhlepényeket többféle szempont alapján összehasonlító vizsgálatokkal tanulmányozzák. Az első lépés során a kutatók mintákat vesznek a méhlepényből, amelyeket majd biológiai vizsgálatoknak vetnek alá. Ezek után a lepény génexpressziós vizsgálatait nézzük genom szinten. Kollégám RNS-t izolál, és ezekből génexpressziót nézünk chip módszerrel. A harmadik lépésben a lepény patológiai vizsgálata történik tissue microarray és hisztológiai feldolgozás alapján. Mi virtuális mikroszkópiát is használunk ahhoz, hogy az értékelést ezt akár külföldes szakértők meg tudják tenni. A negyedik fázisban történik a vérminták tanulmányozása. Ilyenkor potenciális biomarkereket keresnek a szakemberek. Az anyai vérvizsgálata azért fontos, mert a biomarkerekkel akár igen korai stádiumban is elő lehet majd jelezni a terhességi kórállapotokat. A korai felismeréssel pedig lehetővé válhat, hogy időben célzott kezelések kezdődjenek a kismamáknál. Az utolsó lépésben a megismert lepényi kórfolyamatoknak a laboratóriumi modellezése zajlik sejtekkel, sejtvonalakon, és ettől várjuk azt, hogy különböző terápiás eljárásokhoz gyógyszerhatáspontokat tudjunk találni, illetve járatvitéli útvonalakat tudjunk befolyásolni.
A mélepény úgynevezett génexpressziós vizsgálatakor a teljes génállomány működését tanulmányozza a kutatócsoport, és azt, hogy a gének hálózatának működése hogyan változik meg a különböző betegségekben. A génhálózatok működésének rendszerbiológiai vizsgálatában számítógépes algoritmusok segítik a kutatók munkáját. Ilyenkor azokat a géneket keresik, amelyeknek kulcsszerepük lehet a betegségek kialakulásában. A vizsgálatai célja az, hogy olyan jelátvételi útvonali pályákat ismeressünk meg, amelyeknek a megváltozott működése központi szerepet játszik a vetélések és a különböző terhességi kórképek kialakulásában. És hosszú távú cél az, hogy olyan terápiás fejlesztéseket lehessen végrehajtani, amelyek oda vezetnek, hogy gyógyszerek kifejlesztése, célzott terápiás eljárások alkalmazása is lehetővé válik a terhesség során, anyát és magzatát meg lehet menteni, a korai diagnosztika alapján kiszűrt beteg terheseknél célzott terápiás alkalmazásokat is lehet bevetni, ezáltal a magzati és az anyai halálozások és megbetegedések száma radikálisan csökkent. Az elektromos autó költségtakarékos, üzembiztos, kíméli a környezetet, és bár jóval drágább, mint a hagyományos gépkocsi, később megtérül az ára. Használatával főként az üzemanyag költségek csökkennek, hiszen a szükséges elektromos áramért tized annyit kell fizetni, mint a benzinért vagy a dízelolajért. Mivel ma még kevés elektromos vagy hibrid autó szaladgál a magyar utakon, így a megfelelő töltőállomások vagy villámtöltőpontok megtalálása külön logisztikai feladat. Az Everda csapatának célja pont ezért egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amely lehetővé teszi a kényelmes és biztonságos elektromos autózást. Napjainkban egyre több autógyártó cég hódol az elektromosságnak. Saját elektromos gépkocsit gyártanak. A történet az 1800-as évek elején kezdődött. Elektromos autókkal az Egyesült Államokban és Skóciában is kísérleteztek. Tudni érdemes, hogy Jedlik Ányos magyar feltaláló 1828-ban kifejlesztett egy elektromotort, amelyhez egy kicsi modellautót is konstruált, amit már az új motor hajtott. Sokan ezt tekintik az elektromos autók ősének. Az első használható elektromos jármű prototípusát Robert Anderson alkotta meg az 1800-as évek végén. Később több gyártó jelentkezett korszerű, környezettudatos, hibrid vagy teljesen elektromos hajtású járművel. A fejlesztési lendület tart jelenkorunkig is, viszont a villanyautók elterjedése kevésbé dinamikus. Az egyik legnagyobb probléma a villanyautók elterjedésének az a fajta árkülönbözet érzés, amely az emberek fejében még megvan, hiszen valóban beszerzéskor a villanyautók még érezhetően drágábbak, mint egy ugyanolyan felszereltségű hagyományos autó. Ezek teljesítményükben, szerkezetükben és üzemeltetésükben is különböznek. Az elektromos motort egyszerű szabályozni, karbantartást szinte nem igényel, a motorok javítás nélkül millió kilométereket is tudnak teljesíteni. Verhetetlen a menet dinamikája, a jármű mozgási tulajdonsága. A villanymotor bármilyen fordulatszámon tetszés szerinti szabályozással a legnagyobb nyomatékát képes leadni, így például induláskor vagy intenzív gyorsításkor megszakítás nélküli folyamatos erőfolyamra képes. Menet közben nincs rezonancia, vibráció és infrahangterhelés. Az elektromos autó költségtakarékos, üzembiztos, környezetvédelmi megoldás. Mi azt gondoljuk, hogy az elektromos autózásnál a legnagyobb megtakarítás az üzemanyagköltség terén jelentkezik. Míg egy átlagos mai korszerű autó a jelenlegi üzemanyagárakat figyelembe véve, egy kilométert csak az üzemanyagköltséget számolva, valahol olyan 22 és 35 forint kilométerenkénti költségszinten tesz meg. Ehhez képest, hogyha az elektromos autót a legdrágább lakossági tarifával számolt energiaköltséggel kalkuláljuk, ez azt jelenti, hogy kilométerenként körülbelül 5 forintra jön ki, de emellett bizonyos típusú villanyautóknál érdemes lehet ipari áramot felhasználni az otthoni töltése is. Szerencsére Magyarországon a családi házak jelentős részénél a 3x16 amperes elektromos energiaellátás rendelkezésre áll. A villanyautók többsége ezt természetesen hasznosítani tudja. Azt gondoljuk, hogy a jellemző használati mód, vagyis az, hogy az emberek otthon este, ha hazaérnek, töltik föl a villanyautójukat, és másnap reggel, ugyanúgy, ahogy a mobiltelefon, egy feltöltött járművel kezdik el a következő napot.
Ehhez a hazai infrastruktúra jelentős részben rendelkezésre áll. Szinte mindegyik korszerű villanyautóhoz adnak egyébként egy olyan könnyen használható töltőegységet, amelyet a 220-as hálózati ajzatba csatlakoztatva másnap reggelre feltölthető az autó. A korszerű autó egyszeri éjszakai töltése körülbelül 1000 forint, amivel 150-200 kilométert tudunk autózni. Az otthoni töltés és a nyilvános töltőoszlopok használata hosszadalmas folyamat. Ezért választják az elektromos autót használók a villanytöltő állomásokat. Ilyenekből azonban nem sok van. Ebből az úgynevezett villámtöltő hálózatból ma Magyarországon körülbelül olyan 12-16 darab van, függően attól, hogy hogyan vizsgáljuk, hogy ez nyilvánosan elérhető, vagy zártabb körben elérhető, illetőleg jellemzően 1-2 különböző problémák miatt időnként üzemszünetben szokott lenni. Ezt egészíti ki az a körülbelül olyan 50-60 darabra tehető váltóáramú töltőhálózat, amellyel azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban Magyarország még nagyon-nagyon az elején jár a töltőinfrastruktúra kialakításának. Ezek a gyors töltők 30 perc alatt képesek 90%-ra feltölteni az autó akkumulátorát. Mindezt egy prémium villanyautón teszteltük. Ez egy felső kategóriás prémium villanyautó. Ennek az az érdekessége, hogy a legmesszebb rejtöltése pillanatnyilag a villanyautó közül ez jut, hiszen ezzel majdnem 500 kilométert lehet megtenni. Majd látni is fogjuk, hogy ennek nagyon nagy kapacitású az akkumulátora, de ötféle módon is lehet tölteni, és ebből az egyik talán leggyorsabbat fogjuk majd most együtt kipróbálni. Többfajta elektromos autót teszteltünk, feltöltöttük, kipróbáltuk. Jelen pillanatban még a villamosenergia törvényből hiányzik az a szabályozás, ami az ilyen típusú villamosenergia értékesítésre a jogi kereteket megadja. Ez pillanatnyilag egy nagyon kellemes állapot a villanyautóval már rendelkezők számára, hiszen jelen pillanatban nincs meg a jogi lehetősége, hogy lehessen érte díjat fizetni, ezért ma még ezeken a nyilvános töltőoszlopokon ingyenes az energiahasználat. Istvánnak és fejlesztő csapatának célja a villanyautók széleskörű elterjesztése, megfelelő töltőállomások és villámtöltőpontok létesítése, nagy teljesítményű elektromos energia csatlakozás kiépítésével, költségcsökkentett beruházással. Az egyenáramú nagy teljesítményű töltőberendezés meglehetősen drága dolog. Létesítése néhány millió forinttól a 10 millió forintig terjedő költségszintet is el tudnak érni. Ha csökkentjük az átvihendő teljesítményt, akkor két oldalról tudunk jelentős előnyöket elérni. Egyrészt lényegesen olcsóbb lesz maga a töltőberendezés, másrészt egyszerűbb lesz annak a telepítése. És a villámtöltő berendezés előállítási költsége is csökkenne. A kormány meghirdette a jedlikányos tervet, és ígéret van arra, hogy akár százas darabszámban is villámtöltőpontok létesülnek Magyarországon. Mi azt gondoljuk, hogy egy állami szerepvállalás, illetve egy állami támogatás hosszú távon akkor fenntartható, hogyha kiegészül olyan piackonform megoldásokkal, amely például magában tudja foglalni azt, hogy egy flotta üzemeltetőhöz vagy egy üzemeltető rendszerhez kapcsolódóan legyen akár díjfizetés ellenében is üzleti alapon is működtethető villámtöltő hálózat. Ha a megfelelő infrastruktúra hálózat kiépül, nem lesz akadálya a villanyautók elterjedésének. A honfoglalás pontos idejét és útvonalát tekintve eltérő elméletek és vélemények élnek a régészek, antropológusok, nyelvészek körében. Türk Attila, a magyar őstörténeti témacsoport kutatója, a harmadik orosz-magyar uráli régészeti expedíció során érdekes leletekre bukkant, ami teljesen új lendületet adhat az őstörténet kutatásnak. Sírok, halotti szemfedők, részleges lovas temetkezés emlékei. Mindez Ukrajnából a Dnyeper középső folyásának területéről. Az elmúlt 5-8 évben Türk Attila és kutatótársai egyes szakemberek szerint olyan régészeti anyagot gyűjtöttek, ami átírhatja az eddig tanultakat a honfoglalásról. A leletanyag egyrészt azért fontos, mert egyértelműen dél-uráli népességre leltek, másrészt a 10. századi magyar honfoglaláskori leletanyaggal szoros kapcsolatot mutatnak. Ezek alapján a szakemberek jelen ismeretei szerint az átvándorlás ebben a két térségben nem vett annyi időt igénybe, mint azt eddig gondolták. Amit őshazának nevezünk, ahol ez a magyar nyelvet hordozó népesség, etnikum egész pontosan, hogy ebben az időszakban élt, ez az Uráltól keletre volt, a Urál Tobol, Isim folyók
térségében. Ez a népesség valamikor a Krisztus utáni 6. század közepén, ez tűnik ilyen pillanatban legvalószínűbbnek, feltűnik az Uráltól nyugatra, a mai Baskíria és Tatárztánnak a keleti területén, és hát a Volgán való átköltözésre korábban a 8. század közepét gondoltuk, most jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a 9. század középső harmada, vagy első harmadának a vége. Sokan úgy gondoljuk ma, hogy Levédi és Etelköz területe nem két önálló szállásterület volt, tehát nem a Kazár Birodalomon belül volt önállóan Levédi a Don és a Széverszki Donyec vidékén, hanem igazából ez nagyjából egy terület lehetett. A régészek a honfoglalást, a Kárpát-medencébe való beköltözést 895 környékére gondolják, de nem ehhez az egy évhez kötik. Néhány évtizeden át tarthatott, jelen források szerint a 830-as évektől egészen 907-ig. Sudár Balázs történész meglátása szerint az őstörténet kutatásával három tudományterület, a régészet, a nyelvészet és a történettudomány foglalkozik, de jelen állás szerint a régészet az, amely új fordulatot hozott a témával kapcsolatosan. Most azt lehet mondani, hogy valójában a történettudománynál és a nyelvészetnél van a labda, hogy hogyan tudja értékelni ezeket az új eredményeket. Eddig a Kárpátoktól keletre eső magyar őstörténetről viszonylag kevés konkrétum állt a rendelkezésünkre, inkább a hiányokat tapasztaltuk, mint a pozitívumokat. Most ez a helyzet radikálisan megváltozott. Tehát a történettudomány az egy csomó szempontból örül ezeknek az új eredményeknek. Egyrészt, mert írott forrásokat megerősítenek ezek az eredmények, például Etelköz térbeli helyzetét az többé-kevésbé ismertük eddig is az írott forrásokból, és most szerencsére ott kerültek elő a leletek is eléggé komoly mennyiségben, úgyhogy Etelköz felől nyugodtak vagyunk. Hát, hogy az előző lépcsőfok az mi volt és mikor, az egy nagy kérdés. A magyar őstörténet kutatása kezdettől fogva kötődött az egyházhoz. Már a 19. század végére visszanyúlik, mikor is a mitológia feltárásával történt az összefüggések keresése. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora szerint azonban ez ma már nem megfelelő megközelítése a témának. Egy egyetem számára a tudományos kutatás, alapkutatás az elsődleges, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem az kutató egyetemi minősítésben foglalkozik a kérdéssel, és az új generáció számára az empirikus tapasztalatok azok, amelyek egyértelműen meg tudják mutatni, hogy mit is jelent, hogy milyen volt a magyarság, mielőtt elérkezett volna abba az állapotba, amelyet mi összefoglaló néven honfoglalásnak nevezünk, majd pedig a kereszténységre történő áttérés, hogy ez milyen hosszú folyamatot jelent, és milyen lényeges elemek változtak. A leletek a helyi múzeumban lettek kiállítva. Itt Magyarországon a fotókban és a leletanyagot megörökítő filmben gyönyörködhetünk. Kihívás volt ezt az egészet végigkövetni és fotós szemmel is dokumentálni, mert egyrészt ilyen még nem jártam, másrészt egy olyan közeg, ahol hát gyorsan kellett megoldani a dolgokat. A Sulgántási barlangban is jártunk, annak is a felderítése és ennek a fotózása is ezek közé tartozott, illetve hát maga a szocióképek, tehát például Baskíriában, vagy Baskírián belül Ufában, illetve a Volga mentén készített szocióképek is, azt hiszem, hogy az izgalmas témák közé tartoznak. A honfoglalás elméletében számos eltérést ismerhetünk. Hogy egy letisztult képet kaphassunk, szükség van az eddig ismereteken túl ezen feltárások elemzésére, további régészeti lelőhelyek felkutatására és az őstörténet alapvető forrásaira, a feltárt emberi csontok vizsgálatának figyelembevételére is. Hazánkban több ezer maradványt őriz a Magyar Természettudományi Múzeum embertanitára és a Szegedi Tudományegyetem embertani tanszéke. Az őstörténet kutatása című filmünk második részében megtudhatják, miként vélekednek az antropológusok a honfoglalásról, és azt is, hogy milyen eljárással műtötték elődeiket az akkori gyógyító emberek. Ha azt mondom garázs, akkor nyilván mindenkinek az autója, kerékpárja, rollere és a régi megunt dolgai jutnak az eszébe. A hálózati kommunikációban tevékenykedők számára november 26-a óta a garázs szó egészen új értelmezést nyert.
ugyanis a svéd távközlési vállalat, az Ericsson ekkor nyitotta meg a világ második innovációs garázsát a budapesti K+F központban. Panaszkodnak, pessimisták és keveset mosolyognak. Ön már kitalálta, melyik nemzetről van szó? Igen, rólunk, magyarokról. Valóban nem a pozitív életszemléletünkről vagyunk híresek, és bizonyára ez az egyik oka annak, hogy elfelejtjük, a magyarok is tehetségesek, és van mivel büszkélkednünk. Például azt tudta, hogy miénk a világ harmadik legnagyobb parlamentje? Hogy a világ legnagyobb fürdésre alkalmas természetes melegvízű gyógyvízű tava nálunk Hévízen található? Vagy hogy a világ a mi feltalálóinknak köszönheti a számítógépet, a szódavizet, a golyóstollat, vagy éppen a C-vitamint. Gyerekkorunk régi játékáról, a Rubik kockáról nem is beszélve. De miben vagyunk most nagyon jók? Az innovációban mindenképpen, pláne a hálózatfejlesztésről, hálózati kommunikációról beszélünk. Ebben is a jelenlegi állás szerint az egyik legjobb az Ericsson kutatás és fejlesztési központja. Ismét náluk vendégeskedtünk, hiszen november 26-án megtartották első hazai innovációs napjukat, ahol bepillantást nyerhettünk a jövő infokommunikációs fejlesztéseibe, és Stockholm után a világon másodikként felavatták innovációs garázsukat. A garázs története 2014. januárjában kezdődött. Stockholmban hoztuk létre az első garázst, ami létesítmény is, tehát átrendeztünk és kialakítottunk egy teljesen új környezetet, hogy létre tudjon jönni az inkubáció. Budapest a második garázs, Silicon World előtt, jövőre le fogjuk megnyitni Silicon World-be. Svédországon, kívül Európában az Ericssonnak Magyarországon a legnagyobb kutatás és fejlesztési központja. Nagyon régi már és nagyon nyomakkal rendelkezik itt a kutatás, illetve az egyetemekkel való kapcsolat. Tehát Magyarországon már eleve megvolt az az alap, amire a cég építkezni tudott, hogy megnyisson egy olyan technológiai inkubációs helyet, ahol számos fél együttműködéséből egészen új dolgok valósulhatnak majd meg. Lehetőségük nyílik ötleteik kipróbálására, programok definiálására, vagy új szolgáltatások létrehozására, amiből később esetleg termékek is születhetnek világszerte. S hogy kikre appellál az új innovációs garázs? A garázs az teljesen nyitott. Egyetemek, diákok, startup cégek, különböző iparágak, képviselői, nagyvállalatok jöhetnek ötleteikkel, és megnézhetjük, hogy egy adott elképzelés technológiailag, a mi technológiánkkal illesztve, hogyan fejleszthető tovább, milyen új lehetőségeket hordoznak. Hogy milyen újdonságok várhatóak majd a jövőben, melyek lesznek azok a projektek, amit előterjesztenek, ezzel kapcsolatban meglehetősen szűkszavú válaszokat kaptam. Még itt Budapesten ugye hát nem látható semmi kézzelfogható, de jó hír az, hogy a mai nap történik az első projektnek az előterjesztése, úgyhogy remélhetőleg egy pár hét múlva már lehet látni, hogy milyen érdekes projekten fogunk dolgozni. Tehát a projektek még picit váratnak magukra, ötletekből azonban nincs hiány. Az innovációs nyílt napon olyan új ideák is felmerültek, mint a Cloud Robotics, a 2020-ra várható 5G, vagy az analitika új lehetőségei. De bemutatunk olyan érdekes megoldásokat is, ami az Internet of Things-hez kapcsolódnak, tehát a dolgok internetéhez kapcsolódnak, amikor a körülöttünk lévő elektronikus eszközök és tárgyak kapcsolódnak a különböző hálózatokhoz. Ez mit fog jelenteni az életünkben, mit fog jelenteni a különböző iparágak életében, milyen változásokat, milyen digitális transformációt, átalakulást indít ez el szinte minden iparág életében. Ezekből mutatunk be néhányat most itt, például ez ebben a garázsban, de az esemény maga az több mint 30 különböző technológiai bemutató demonstrációt vonultat föl. A garázs tehát egy lehetőség, ahol az ötletek és álmok valósággá válhatnak. A garázsnak nem maga az idea kitalálása lényege, hanem az, hogyha már megvan valami idea, akkor az bekerüljön egy olyan környezetben, ahol ezt létre lehet is hozni. Létre lehet hozni egy olyan prototípust, ami nem egy üzleti terven alapszik, hanem igazából egy olyan
problémán, vagy egy olyan lehetőségen alapszik, amit észreveszünk a társadalomban, vagy észreveszünk egy másik iparágban. Stockholmi mintát követve ez a garázs is amolyan technológiai játszótér a szó jó értelmében. Egy olyan hely, ahol az arra érdemesek az ötletekből hónapokon keresztül prototípusokat fejleszthetnek. És ki tudja vajon hány apró elgondolásból lesz ismét egetrengető világméretű felfedezés. Hiszen tudják, a magyarok igenis tehetségesek, és ne felejtsék el, hogy a tudományos felfedezésekben, innovációban mindig is kiemelkedtünk. Mai műsoridőnk véget ért, de remélem nem bánták meg, hogy ismét velünk tartottak. Adásainkat természetesen visszanézhetik a Duna TV videótárában, vagy a www.novumtv.hu oldalon. Érdemes a Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol további érdekességekkel, tudományos újdonságokkal várjuk Önöket. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én már a búcsúzom, szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.